Sajnos jó javaslattal nem találkoztunk, ugye a megbeszélés az LMP javaslatára vonatkozott. Kifejtettük, hogy mind politikailag, mind pedig jogászként szakmailag alkalmatlannak tartjuk az ő javaslatukat a tárgysorozatba vételre, illetve arra, hogy támogassuk. A Fidesz minden képviselője határidőre az idén is le fogja adni, és korábban is leadta a vagyonnyilatkozatát. Minden képviselő annak hitelességéért saját maga felel, a beírt adatok valóságáért saját maga felel. Az Országgyűlés Illetékes Bizottsága bejelentésre, amit nagyon sokan megtehetnek, ellenőrzi a vagyonnyilatkozatok hitelességét, úgyhogy ebben a kérdésben én úgy gondolom, hogy az állami számvevőszék kijelölése az állami számvevőszék funkciójával teljesen ellentétes. Az egy érdekessége egyébként a javaslatnak, hogy például a javaslat csak közhiteles nyilvántartásokat akar bevonni az ellenőrzési körbe, és a légi járműveknek például az üzemben tartói nyilvántartásának az a része, ami az üzemben tartó nevére és címére vonatkozik, az nem közhiteles nyilvántartás, és elég, hogyha itt a korábban nyilatkozó Hatházi Ákos képviselőtársunkra gondolunk, aki egyébként kicsit költséges szenvedélyének hódol, de ugyanakkor nem szeretné, hogy mondjuk a légi járművek üzemben tartói nyilvántartását mondjuk a vagyonnyilatkozatoknál figyelembe vegyék. Azt is láthattuk egyébként, hogy mind a három ellenzéki párt a saját javaslatáról állította, hogy az nagyon jó. Tehát látszott egyébként, hogy köztük sem volt egyetértés abban, hogy mi a jó megoldás, sőt, persze mindenki tud, hogy tökéletes megoldás nincs. Jó javaslatokat természetesen figyelembe tudunk venni és támogatunk. Az, hogy például itt felvetődött, hogy a vagyonnyilatkozatra tételére kötelezettek körét kitágítsuk, azt például az ellenzéki pártok 2014. december 1-én nem támogatták azt a törvényjavaslatot, amely egyébként a köztisztviselői kör bizonyos részére is kiterjesztette volna a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. Tehát az, hogy ők most ki szeretnék terjeszteni, egyébként nem, csak nyilvánosságra szeretnék hozni, az erősen álságosnak tekinthető. Például ilyen tárgyi tévedésben voltak, hogy amit nem hoznak nyilvánosságra, azt soha senki nem nézi meg azokat a vagyonnyilatkozatokat, itt elsősorban mondjuk a állami cégek vezetőire gondolva, azt is a munkáltató jogkör gyakorlója az bizony ellenőrizni köteles. Tehát olyan nagymérvű tárgyi tévedésekben voltak az ellenzéki pártok, amivel egyébként vitatkozni is nehéz volt, de mondom, mi minden jó javaslatra nyitottak vagyunk, de sajnos a mai nap során ilyet nem tapasztaltunk.